Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánunk mindenkinek. Most az adventi gyertyagyújtás fog következni. Ma meggyújtjuk a harmadik gyertyát, amit rózsaszínen szoktunk jelölni. Ez az örömnek a vasárnapját jelenti. Amikor adventra készülünk, a hosszú várakozásban van egy pont, amikor megállunk és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hamarosan itt lesz már karácsony, itt lesz a megváltó eljövetele. Akkor most megkérném a gyerekeket, hogy segítsenek nekem meggyújtani a gyertyát. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai szép délutánon. Mai nap, ahogyan Péter Atya is említette, az öröm vasárnapja. Sok mindennek örülhetünk ezen a mai napon. Örülhetünk például annak, hogy kisütött a nap, pedig ködöt ígértek. Örülhetünk annak, hogy valóban közeledik a karácsony. Örülhetünk annak a nagyon sok dolognak, amiket megtettünk. De miközben így sorolom azt, hogy mi mindennek örülhetünk. Talán eszünkbe juthat nagyon sok minden, aminek nem tudunk örülni. Mi magyarok nagyon szeretünk szomorkodni, nagyon szeretünk panaszkodni, nagyon szeretjük azt, amikor el lehet mondani, hogy nekünk mennyire nagyon rossz, és ilyenkor, amikor arról van szó, hogy az öröm vasárnapja van, akkor ez lehet, hogy nagyobb nehézséget okoz nekünk, mint hogyha valamilyen szomorú dolog lenne. Mi mindennek lehet örülni? Annak, hogy még mennyit ennivalónk van karácsonyig? Mi mindennek lehet örülni? Annak, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznünk, biztos, hogy nem ezeknek örülünk. Viszont nagyon sok olyan dolog van, aminek örülhetünk. Gyerekek szoktak örülni annak, hogy közeledik a karácsony. Ők már biztos, hogy nagyon jól tudják, hogy mennyit kell aludni addig, amíg majd eljön az a bizonyos nagy nap. És a gyerekek ennek azért tudnak olyan nagyon-nagyon örülni, mert tudják, hogy karácsonykor valami fontos dolog történik. Rengeteg sok ajándékot fognak kapni. És ez a megajándékozottság, ez nagy-nagy örömöt jelent nekik. De érdemes elgondolkodnunk azon, hogy hány meg hány ajándékot kapunk mi is a mennyei atyától, hány meg hány ajándékot kapunk mi is az Istentől, vagy ha valaki nem hívő, akkor úgyis megfogalmazhatjuk, hány meg hány ajándékot kaphatunk az élettől. És ezeknek az ajándékoknak valóban örülhetünk. Akkor is, hogyha vannak nehézségeink, akkor is észrevehetjük, hogy sokkal több ajándékot kapunk, mint amennyit mi teszünk le az asztalra. Sokkal több olyan dolog van, aminek örülhetünk. Erre az örömre kapunk ma meghívást. Így kívánok nagyon sok örömet a további adventi napokhoz, és utána nagyon-nagyon örömteli és boldog ünnepet kívánok. Aludj el, fiacskám, rúzsaszálam, aludj
ringatlak, szívből óhajtlak, alul, alul. Szabad-e bejönni, jó estét köszönni Betlehemi Jézuskának, Izrael új királyának hódolatot tenni? Kik vagytok ti jó emberek? Visz én egyet sem ismerek. Szolgálatodra pásztorok, kiket egy boldog hírhozok. Angyal jelent meg, és az inte. Bizony, az küldött ide minket! Most én beszélek, el nem felejtem, míg csak élek, no a szívünk majd elhala. Ott állt az Isten angyala, fehér felhőben lebegett, a sötét kék ég volt felett. Látta, hogy félünk, látta, miként remektél. Ne féljetek, hisz nagy örömet hirdetek, kiről zent jelt proféták szája, megszületett a föld királya. Dicsőség mennyben az Istennek.
Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, és a Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola minden pedagógusa, dolgozója és diákja nevében kívánjuk az advent időszakára még a szép lelkületben történő készületet, karácsonyra pedig áldott szép karácsonyi ünnepeket, ezzel a két mondattal, hogy mert jászolában forgolódik, és sírdogál a gyermekisten, és Istenben az ember sír fel, és emberben örül az Isten. Áldott, békés, szent karácsonyi ünnepeket kívánunk mindannyiunk nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!